Gazdasági programot hirdetett Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz-KDNP frakció esztergomi kihelyezett ülésén. A Magyar Nemzet információi szerint ennek elemei a megfizethető lakhatás, az 1 milliós átlagjövedelem, a munkáshitel és tőkejuttatás a magyar kisvállalkozóknak. A kormányfő a lap szerint úgy fogalmazott, Magyarországnak a saját útját kell járnia, a gazdasági semlegesség pedig fordulatot hoz majd 2025-től. Összeraktuk azt az akciótervet, az első nagy akciótervet, amellyel magyar gazdaságnak fogunk új lendületet adni. A miniszterelnök először pénteken a Kossuth Rádióban beszélt részletekbe menően a gazdasági semlegességről, vagyis az új gazdaságpolitika fontosságáról. Vasárnap pedig a kormánypártok frakcióülésén meg is hirdette a kormány gazdasági programját. Ennek részleteit a Magyar Nemzet közölte most. Alapértesülései szerint a gazdasági akcióprogram több pillére épül majd, így része lesz az 1 millió forintos átlagjövedelem, a munkáshitel és tőkejuttatás a magyar kisvállalkozóknak és a megfizethető lakhatás. A miniszterelnök kiemelte, a gazdasági semlegesség fordulatot hoz majd 2025-től, ennek részeként pedig a gazdaság az uniós átlagot meghaladó növekedést érhet el. Ez számukra lefordítva azt jelenti, hogy a GDP 3-6% közötti mértékben bővülhet. A miniszterelnök azt is mondta, új egyességet szeretnének kötni a munkáltatókkal és a munkavállalókkal egy több éves, a gazdasági növekedésen alapuló béremelési programról. Ezzel az egyességgel előre kiszámítható módon fogják elérni a közeljövőben az 1000 eurós minimálbért és az 1 milliós átlagbért. A miniszterelnök kiemelte, hogy a diplomások mellett a képzett munkaerő is nagyon fontos, ezért munkáshitelt szeretnének bevezetni 2025-ben. A diákhitelhez hasonlóan a dolgozó fiataloknak is nulla kamatozású hitelt fognak adni. A munkáshitel segíti a fiatalok életkezdését és hozzájárul a gazdaság erősödéséhez. Ugyanakkor szeretnék megduplázni az exportképes kis- és középvállalkozások méretét, ennek érdekében pedig, ahogy a Kossuth Rádióban is fogalmazott, elindítják a Demján Sándor programot. Tőkét juttatunk, kedvezményes hiteleket juttatunk, mindenfajta eszközökkel segítjük a kis- és középvállalkozókat abban, hogy nagyságrendet váltsanak, hogy egy lépéssel stabilabbak és nagyobbak legyenek. A kormányfő kiemelten fontosnak nevezte a lakhatási támogatást. Úgy fogalmazott, a magyarok elsősorban saját lakásban, saját házban bíznak. Magyarországon a megfizethető lakhatás érdekében meg kell duplázni a lakásépítések számát, és a bankoknál 5% alá kell szorítani a lakáshitelek kamatát. Nyilván kell egy stabil költségvetés, kell egy jól működő gazdaság. Így biztos, hogy az új gazdasági program sikeres lesz, mondta a század végig makrogazdasági üzletág vezetője a Kossuth Rádióban. Izsébi Tamás szerint az új gazdasági program sokba kerül majd, de jövőre a büdzsé kedvezőbb helyzetben lesz, mint az idén. Ez leginkább az infláció alakulásától függ majd. Tavaly a kétszemjegyű inflációt idén várhatóan 4% alá tudjuk szorítani. Ez azt jelenti, hogy a költségvetésnek jövőre kevesebbet kell fordítani az államadóság után járó kamatok, mint az idén. Azt mondhatom, hogy a költségvetésnek sokkal kevesebb lesz a kamat kiadása. Tehát például azt látjuk, hogy korábban a GDP 2,3%-a volt ez a kamatkiadás, most fölment 4% fölé, ez vissza fog csúszni egy kicsit, és azért, hogyha egy 75-80 ezer milliárdos költségvetésről beszélünk, akkor ezek hatalmas összegek, tehát itt lesz egy nagyobb mozgástér. Mivel az új típusú gazdaságpolitika új eszközöket is igényel, szükség van a gazdasági szereplők, a kamara, az érdekképviseletek, a munkavállalói szervezetek egyetértésére, hiszen, ahogy a miniszterelnök is fogalmazott a frakcióülésen, a kormány nem a fejük felett akar dönteni róluk. A híradó úgy tudja, hogy az új gazdasági akcióprogram részletei a közeli napokban, hetekben látnak napvilágot.